Szevasz! Újra itt vagyunk az erdős részen, megint, és nem más fogunk csinálni, mint szellemekre fogunk vadászni, végül is nem fogunk rájuk vadászni, csak megnézzük őket, hogy tényleg itt vannak-e vagy nem. Ez a második rész. A múltkor ugye kijöttünk ide erre az erdős részre, és az alagutat kerestük, ahol állítólag szellemeket láttak, és nem találtuk meg nem hogy a szellemeket, de az alagutat sem. Jelenleg itt vagyunk ezen az erdős részen, körülbelül egy ilyen 2-5 perc gyaloglás, hogyha minden igaz, és oda fogunk érni. Aki nem tudná a történetet, ugye, hogyha nem néztétek a másik videót még meg, akkor elmondom az a történet, hogy 2 héttel ezelőtt, 2,5 héttel ezelőtt, lehet, hogy most már 3 is, előttek ilyen szellemírtók ebbe az alagútba. Ugye régen egy ilyen vonat ment át ezen az alagúton az 1900-as éveknek az elején. Általában sokszor szoktak szellemeket látni ebbe az alagútba, kijöttek a szellemírtók, ahogy mondtam, pár héttel ezelőtt, és bebizonyították, hogy ebbe az alagútba vannak szellemek. Mi azért vagyunk itt, hogy megnézzük, hogy igaz-e vagy nem, hogy egyáltalán mi is látunk szellemet, vagy csak ezek a szellemírtók. Úgyhogy jelenleg oda tartunk, oda sétálunk, és nehogy kígyóval találkozzunk, ugyanis mutatom. Ilyen erdős rész, ugye, és itt nálunk rettentő sok kígyó van, veszélyes kígyók is, hogyha az megharap, van körülbelül, ahogy mondtam, olyan 30 percet, hogyha nem kapsz ellenszert, és meghalsz. Megtaláltuk, képzeld el, megtaláltuk az alagutat, itt van, mögöttem. Oda nézzél, milyen egyszerű volt. Csak múltkor, ugye múltkor részben rossz helyen jöttünk be, és na mindegy, megtaláltuk az alagutat. Te, én rettentő izgatott vagyok. Lukasz, megvan az alagut. Szellem! Dehogy van szellem. Úgyhogy most oda be fogunk menni, és meg fogjuk nézni. Tehát mondom a történet, hogy miért vannak itt szellemek. Ezen a részen az 1900-as években, ez az 1800-as évek végén, onnét az alagútból itt vonat jött ki. Itt volt a vonatnak a sínje, és arra ment. Egészen, ugye innét Gókószról mi tőlünk, ahol mi itt lakunk, egészen Brisbane-be, ami ilyen 70 kilométerre van mi tőlünk, ugye a másik város, ezen az alagúton keresztül jött ki a vonat. Minden egyes nap. A vonat, ugye sineket most már felszedték, tehát nincsenek itt sinek, de az történt, hogy az 1900-as éveknek az elején, 1900, azt hiszem olyan 10 körül, egy anyuka, még egy kisgyerek ide bementek ebbe az alagútba, itt, ahol állunk. Úgy gondolták, hogy nem jön a vonat, át fognak rajt érni, és ugye mindenki tudja most már, hogy fejeződik be a történet, ahogy a múltkor is ugye ezt mondtam, nem értek át, jött a vonat, megvilágította őket, és elütötte őket. Meghaltak. Ugye. Azóta, mióta ugye itt meghaltak, látják itt a kisgyereket, meg az anyukát többször mondták, tehát még az 1900-as éveknek ugye az elején, a közepe körül is, tehát nagyon-nagyon régóta, több mint már száz éve mondogatják, hogy látják őket, ezért jöttek ilyen szellemírtók, és nem szellemírtók, ilyen szellemkutatók, megnézni, hogy igaz-e vagy nem. És állítólag ők is nem tudom, hogy láttak-e, de hallottak valamit, meg olyan kamerákat hoztak be. Úgyhogy mi most azt fogjuk megnézni, hogy igaz-e vagy nem, vagy egyáltalán mi látunk-e valamit, vagy nem. Úgyhogy menjünk. Úgyhogy megyünk közelebb, Lukasz, nem félsz? Picit, mert nem a szellemekről, én nem szállták. Mit? Oda néz! Itt a bejárat. Oda néz, jó, bemegyünk mindjárt. Itt jött ki a vonat. Mondjuk a vonat az tényleg, vonal egy ilyen nagy vonat itt kijön. Hát ott mellette nem fértünk volna el, az sokkal biztos. Nagyobb, igen, nézd, itt egy kukom, hogy ide raktak ilyen nagy köveket, le van zárva, ugye senki autóval, vagy valamivel ne tudjon bemenni, gondolom. És arra ment a vonat. Hallottam valamit. Én is. Gyere vissza! Nem tudom, hogy kamerán lehetett-e hallani, vagy nem, de komolyan én is hallottam. Ilyen, mint a sikoly, nem Lukasz? Megkiabálja! Ilyen visszhangos. Ja, Eko, nem beszélünk. Nézd. Na gyere, menjünk be. Nem! Oda nézzél. Kezd sötétedni, nem tudom mennyire lehet látni, vagy mennyire nem. Eko! Na jó, jössz vagy maradsz? Nem. Miért? Úgyhogy most nem más tudunk csinálni, egy darabig be fogunk menni, ami ott a vége. Azt hiszem legalábbis valami fény jön be. Ugye ott nem tudunk kimenni. Ott nem tudunk kimenni, mert be van hőve a gazzal, de valami fény jön be azért. Na mindegy, elvesztük ezt a szellemnéző applikációt, ugye amit letöltöttem a telefonra. De, és megnézzük, hogy mit lát ez a szellem applikáció. Ez a... Mutatom! Tehát mit látunk? Jelenleg semmit nem látunk, de mondjuk. Itt. Hol van?
Wow. Hol? Ott. Wow. Oda néz. Én nem hiszem el, hogy de most tényleg... Miért ijedtél? Eltűnt a szellem. Na várjál, megyünk egy kicsit tovább. Nem. De, gyere. Nem, nem, nem. Ne hülyeskedjél, gyere. Ha egy vonat jön. Dehogy jön a vonat. Gyere, megyünk. Mindegy, próbálom nézni, de nem látok szellemet így a telefonnal. Itt látod, keres, az volt az egyetlen egy, amit eddig láttam, közben egy forduló körbe-körbe. Ott, mint ha kezd lemenni a nap. Látod, kezd sötétedni az a vége. Nem, nem látok semmit. Mutatom, itt megy még mindig a telefon. Várjál, itt van. Ott, ott. Itt, hol? Ott, az. Hol? Az. Oh. Állítólag ott van. Legalábbis azt mutatja a telefon, hogy ott áll. Pici. Pici. Ez lehet, hogy a kisgyerek, de ez repül ez a szellem. Wow, speak to me. Hát nem tudom. Eltűnt. Eltűnt. Na gyere. Na Lukasz, elpróbálunk sétálni a túlfelére. Te butáskodom. Komolyan mondom, hallottuk hangot, amit bejöttünk ide, én nem hallottam már semmit, tehát mutatta a telefon, hogy a szellem, hogy ott áll, de én nem tudom, én az applikációban nem hiszek, én abban hiszek, amit látok. Látni nem láttam, hallani hallottam valamit, de nem tudom, hogy szellem volt, vagy hova mész? Mit mond? Valami butaságot mond biztos, mi? Tele van írva. Gyönyörű. Na mindegy, úgyhogy végül is erre ment a vonat annak idején, ugye arra kifelé. Ahogy mondtam, a simbár ugye nagyon régen felszedték az 1900-as, a 60-as évek környékén felszedték itt a sínt, és azóta ugye nem megy erre vonat. Én úgy tudom, hogy csak az a kisgyerek, meg az a anyukája halt itt, meg ugye át akartak itt férni. Nem tudom, hogy gondolták, hogy átfutnak, és mi van, ha tényleg ugye jön a vonat közbe. Nem volt szerencséjük, mert itt nem lehet átférni. Ugye jön egy vonat, még ha nekiállsz oda a falnak is, akkor se férsz át. De most a vonat se tud férni. Hát ja, most már a vonat se tud, mert itt nem tud már átférni semmi. Na mindegy. Úgyhogy bemegyünk, én azt hiszem, hogy bemegyünk, egy kicsit csöndben maradunk, és hát ha megint hallunk valamit, mit szólsz hozzá? Elmegyünk a közepéig. Úgyhogy menjünk. Úgyhogy valahol itt voltak benne a szellemírtók is. Ne kiabáljál, mert el fogod ijeszteni a szellemeket. Maradjál csöndbe, gyere! Halkan megyünk. Más nem a közepéig, vagy egy darabig. Nem fogsz félni, gyere! Itt vagyok veled, semmi nem fog történni. De! Mi? Ne legyél ilyen beszari, gyere! Oké, én nem félek a szellemeket. Hát akkor mitől félsz? De. Én a kígyóktól félek. Na mindegy, itt megállunk a közepén. Mi? Itt megállunk, ugyanis... Nem volt sok graffiti. Hallgassa, hát ha hallunk valamit. Az mi? Az honnét jött valami az erdőből. Miért megyünk át itt? Nem hallok semmit. De megyünk. Megyünk tovább egy kicsit. Én nem szállom. Mit nem szeretsz? Gyere. Ott van a vége. Ja, de nem tudunk kimenni, be van növe dzsindzsám. Ja, hát igaziból nem. Mi az ott? Mi? Nem tudom. Hát aki jó van ott. Én attól félek. Nem. Hova mész? Gyere vissza! Na mennyi? Menjek én is. A Lukas nem mer ide bejönni valamiért. Még nem kell félni. Na jó, annyi összejöttél? Ugye majd maradjunk egy kicsit csöndben és hallgassuk, hát ha valamit hallunk. Úgyhogy szellemmel nem találkoztunk legalábbis, kivéve azt a hangot. Nem, Lukasz? Szerinted mi lehetett? Szerinted tényleg szellem lehetett? Nem tudom, lehet, hogy valami madár csicsergett a túloldalt, vagy nem tudom, én hallottam, lehet, hogy a kamerán nem lehetett hallani, de valamit hallottam.
mondjuk ott a videón is, ugye, akik kijöttek nézni a szellemeket, ők is hallottak ugye hangokat, nem csak a felvételen keresztül, mert csináltuk ugye felvételeket, hanem így, ahogy mi is, ilyen élőbe. Hogy honnét jöhetett, nem tudom. Lehet, hogy tényleg szellem volt, de látni, én nem láttam semmit. Ha csak vissza nem nézzük a kamerát, és itt áll majd valahogy mellettem, vagy mögöttem. Na mindegy. Amúgy mutatom még egyszer, ez a bejárat, vagy a kijárat. És nem tudom, én mindig, nem tudom, szeretek ilyen régi helyeket ugye nézni, és elképzelni, hogy itt jött ki, hát hogy például ez, hogy itt jött ki régen a vonat, hogy el tudod képzelni, hogy ezen a helyen itt jött ki egy ilyen nagy gőzmozdony, és mai napon ugye itt állunk, ugye több mint 100 évvel ezelőtt volt, vagy készült ez az alagút, amik most már nagyon csúnyán néz ki, össze van graffitizve. Úgyhogy én aztán visszasétálunk, nem Lukasz? Még valami más tudunk itt csinálni? Nincs. Nincsen semmilyen ilyen speciális műszerünk ugye nekünk, mivel tudnánk szellemekre vadászni, élő szemmel nem láttuk, ahogy mondtuk. Úgyhogy most elsétálunk a vonat sineken, vagy nem a sineken, ahol voltak a vonat sinek régen, arra kifelé, vissza az autó felé, és ezt a mai videót itt most befejezzük. Remélem, hogy tetszett ugye ez a videó is nektek, hogyha igen, ne felejtsetek nyomni egy lájkot, egy szeretést ugye a videóra feliratkozni, hogyha még nem vagytok, és találkozunk jövő hétvégén. Sziasztok! Sziasztok!